hatalmas tortával köszöntötték fel a dolgozók, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat ezüstfenyő időskorúak otthonának legidősebb tagját. Izgun Mária 100. születésnapját ünnepelte. Az idős asszony 9 éve költözött a szekszárdi otthonba Tolnamörzsről. A textilgyárban dolgozott, és a mai napig szemüveg nélkül fűzi be a cérnát a tűbe. Ha valakinek el van szakadva a ruhája, megvarom. Német Julianna, az intézmény vezetője elmondta, az asszony jó egészségnek örvend, és a magyaron kívül németül is beszél még egy kicsit. Nagyon csendes, nagyon kis aranyos néri, és nagyon szorgalmas, nagyon szépen rendbe tartja a környezetét, nagyon szeretjük őt is, és rengeteget segített az első pár évben a nővéreknek, tényleg nagyon sokat volt. A szépkorú asszonyt a város nevében Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere köszöntötte fel. Mi is átadtuk az önkormányzatnak a jó kívánságait, és ebből az alkalomból Orbán Viktor miniszterelnök úr is egy emlékplakettet adományoz a kerek évfordulós születésnaposoknak, és hát természetesen a hozzájáró anyagi elismeréssel együtt, és természetesen továbbiakra is nagyon jó egészséget kívántunk a néninek. A miniszterelnöki köszöntő mellé nem csak egy emlékplakett, hanem 100 000 forint is járt Izgun Máriának, amit valószínűleg cérnákra, tűre és anyagokra költ majd az otthon legidősebb lakója.